Kimondtam, Törökország teljesen baráti jellegű volt, tehát semmi köze a futballhoz nem volt, de hát rengeteg régi kedves barátommal találkoztam, és meglepődtem, mindig kemény meccsek voltak, mikor én voltam a kapitány is, és említettem, hogy 2-0-ra vezettünk, az 2-2 lett, Isztambulból kikaptunk 2-0-ra tőlük, nagyon-nagyon jó török csapat volt, és nagyon jó kapcsolataim voltak. De most valahogy egy kicsit elszállt velük, és nincs olyan erős csapatuk szerintem, mint amikor mi nálunk itt Budapesten 2-0-ról kiegyedett 2-2-re, és jöttek, és Hodzsa, jön a török meccs, Dörcüfül, az azt jelenti török, hogy 4-0. Mondom neki, jó, orban nyomlak mindjárt, de hogy lesz itt 4-0. Tehát egy kicsit úgy nem hogy ledegradálnak, nem úgy vesznek, hogy nekünk most itt akár Budapesten is van nagy szansunk lenne. Ez megbosszulhatja magát, és én merem remélni, és meg is bosszulja. És a magyar csapat úgy készült most, hogy tudott nyerni idegenbe, akaratteli játékkal, nem valami hú, de milyen nagy dolgokat csináltak, de az, hogy megnyerték 1-0-ra, és hozták azt a 3 pontot, amit nagyon sokan csak 1 pontra számítottak, egy döntetlenre, ez nagyon pozitív, és ehhez kell most ez a 3 pont, mert ez a török csapat érzésem szerint jó csapat, nehogy félés történjék, nem lenézést akarok itt kieszközölni, hanem az, hogy ez a csapat nem olyan a magyar csapattal szembe a Puskás stadionba, mint korábban volt. Egy kicsit lélektanilag sincsenek úgy együtt. A kapitány és a csapat között is van egy kis nézeteltérés. A Fenerbahce elnökével is volt probléma, tehát valami megzakkant. Ezt kéne kihasználjuk mindenféleképpen, és én úgy érzem, hogy itt van most az az idő, hogy visszatudunk már vágni úgy egyszer a töröknek, hogy itt is győztesen ők leszünk, és a következő mérkőzésre úgy tudunk fölkészülni, hogy szansunk legyünk a másik helyünk megszerzésére. Most ez a török meccs a fontos. Az, hogy az már olyan talányokat hoz, hogy ha itt meg van szerezve a 3 pont, akkor már csak a románokat kell itthon legyőzni, és egy döntetlen, ami korábban csináltunk VB-selejtezőn a románokkal szembe, itt legyőztük őket, és kint döntetlent játszottunk, és első helyen jutottunk be, az utolsó meccset nem is kellett figyelembe venni, a 82-es spanyolországi világbajnokságra. Most nekünk az a feladatunk, hogy legyőzni a törököket, és utána aztán az Egervári Sanyi vezetésével majd rákészülnek arra, hogy mit kell tenni a románok ellen, mert oda-vissza mérkőzés lesz, ugye, és valóban úgy, ahogy említette, magyar, török, román hármas futat azért, hogy ki az, aki kiesik. Ha most a törökök vereséget szenvednek, nagyon-nagyon negatív lesz a mércéjük, és azt hiszem, hogy kapitányváltás is lesz a törököknél. Nem kívánom, mert azért nagyon szeretem őket, és nagyon-nagyon szép időt töltöttem a Törökországba, de a magyarországi vereséggel nagyon-nagyon hátrányos helyzetbe kerülnének. És utána nekünk meg van időnk felkészülni, és ez a csapat össze tudja kapni magát. Egy kicsit idegesít, mert ezt nem tudtam, hogy a Juhász és a Zsuzsák, hogy nem fog tudni játszani, mert a sárga volt begyűjtőték. Ez idegesít most így utólagosan is, mert erről én nem tudtam, illetve hát nem is annyira figyeltem oda. De ettől függetlenül, hogy hiányzik ez a két nagyszerű játékos, akkor is magyar győzelmet várunk.